Szevasztok srácok, Alex Fölött kijött a következő déli futmas SBC, úgyhogy ezt fogjuk ma megcsinálni. Megint egy ilyen szar jumbo gold pakot, ami rakás szar. És akkor az SBC úgy néz ki, hogy minimum 4 nemzet kell, minimum 5 liga, minimum 4 arany és 70-es chemistry. És akkor nézzük, hogy csináltuk meg. A védelem az full, az 2-es, van benne egy arany is. És full olasz nemzetiségű. Ez a kettőbe oldalja, ez német, 3-as, mindkettő német. Jobb oldalja, ez mindkettő spanyol, 2-es, mindkettő spanyol. Ez a három, mindhárom argentin nemzetiségű, csak egyik az Mexikó ligában van. És akkor gondolom, megvan az öt nemzet. Ugye az arany is pont 4 van. A ligából is pont 5. 70-es kemény, ez bőven megvan. Úgyhogy el is nyomhatjuk mindenki. Volt. Meg van csinálva az SBC, fantasztikus. És akkor nézzük, mi lesz a pakba. De van itt néhány déli napi feladat, nézzük, vegyünk egy defendert, egy védőt, 3-5-en. Finish shot. Premium bronze player spec, ez nem rossz. 400 coin, adtunk egy fitness-t valakinek. 500 coin. És a végére 800 coin, így nem jött, egy darab pak jött. Az öt közül. Kezdjük a bronz pakkal. Na nézzük. TDM kolumbiai Inestroza. Angol 2-es kapus. Mexikói. Hoppá, ez pacsucsás. Hatezerdő fel vagy. Hát 7000-ről fel, aki először is. Na, egy jó pak volt. Már most. Orosz ligás, gondolom semmit nem ér. Norvég, nem kell senkinek. Ez a két MLS-es. És akkor most jön a Jumbo Goldpack, nézzük, mi lesz benne. Múltkor azt hiszem, hogy Mario Rui volt benne, nem biztos. Egy ritka. Valamire a helyet Stepanenko. 80-as. Nagy szar. Szarpak volt. Na srácok, ez lett volna a déli futmos SBC-nek következő. Hát, hogy mondjam, a következő déli futmos SBC-hez lett volna. Pakból nem jött semmi. Gyakorlatilag a bronz pakból jobb jött, mint a SBC-et járó pakért. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy like-ot a videóra. Alex voltam, szevasztok.